Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Skyrim 55. epizódja. Mint láthatjátok, visszajöttem Volkihár kastélynek a balkonjára, és hát ismét szókelme tartok. Felmerült bennem a kétség, hogy normálisan vissza fogok-e tudni menni, mégpedig azért, mert ugye emlékeztek, hogy Serena Soul Trap volt minket, mielőtt bementünk a szókelmbe, mert nem tudtunk átkelni ezen a portálon azért, mert élő emberek voltunk. Még az is megfordult a fejünkbe, hogy vámpírrá változunk. Visszajött a loot? Visszajött a loot. Na mindegy. Még az is megfordult a fejünkbe, hogy vámpírrá változtat minket, hogy át tudjunk menni, mert a vámpírok nem számítanak élő embernek. Szerencsére nem volt szükség, egy átmeneti megoldással megoldottuk, ugyanis szóltreppelte a lelkünket. És ezáltal nem számítottunk élő embernek, inkább áldozatnak. És... hol is egy Black Soul Jam. És így át tudtunk kelni, viszont most nem vagyok szóltreppelve. Visszaszereztük az elzárt lelkünket, amit egy Soul Jam-be zárt el nekünk Serena arra a kis időre. Úgyhogy kérdéses, hogy át fogok-e tudni menni így a másik oldalra. Amikor játszottam először, nem kellett visszamennem Soul Camp-be, csak olvastam, hogy vissza lehet menni, úgyhogy most egy kicsit aggódok. De már is kiderítjük, hogy hogy áll a helyzet, csak felszedem ezt a sok értékes alkemi alapanyagot. Ugye vissza akarok menni megkeresni Jerubnak a nótjait. 5 darab már megvan, összesen 10 kéne. Van nálam valami, amit szét tudok bontani? Nope. Oké. Okay. Akkor... hajrá, hajrá! Lássuk a medvét. Oké. Okay. Valamilyen csodásokból kifolyólag vissza tudunk menni Soul Camp-be. Lehet, hogy ez... már nem hiszem, hogy ez bug. Szerintem ez feature. Hogy mindenféleképpen vissza tudjunk térni. Na jó! Mint mondtam, megkeresem a nótokat, de ezzel nem foglak titeket untatni, úgyhogy csak a helyét fogom megmutatni azokat, amiket megtalálom. Úgyhogy be right back. Aztán meg is találtam az elsőt. Emlékeztek erre a kapura, amit nem tudtunk kinyitni? Egyszerűen csak erre és erre kellett tűzlabdát lőni. Most nem tudom, hogy specifikusan tűzlabdára volt-e szükség vagy sem, de kinyílt a kapu. Úgyhogy bemenve itt volt a földön 1-2 Grand Soul Jam, és itt van Jupe's Page 8. Úgyhogy még 4-re van szükség, és itt van egy chest. Egyébként találtam még egy chestet, egy kicsivel arrébb volt benne egy Ebony Battle Axe. És egy enchantolt tőr. Úgyhogy ez itt ennyi, haladjunk szépen tovább. Na újra itt vagyok, egy körülbelül 15 percnyi bóklászás után találtam egy töltőzónát. Reaper's Lair, azt mondja az ajtó. És ezt a helyet nem ismerem, úgyhogy hajrá! Fogalmam sincs, mit találhatunk ide, de a kaszás nem túl sok jót jelent. Oh my god. What a lovely place. Szóval, itt mentünk egyet. Elég arénaszerű ez a dolog. Activate Reaper Shard. Oh, ide kell egy Reaper Shard. Oh shit. Tudjátok, mire emlékeztet engem? Egy freaking Dark Souls bossra. Jézus Mária. Jó. Akkor ide kell egy Reaper Shard. I don't know what is that. De megpróbálom megszerezni. Valószínűleg azt is ide lentről kell valahonnan. Na hajrá! Hagyjatok már békén. Azt. Valahogy sejtem, hogy jó helyen járok, mert megint rám idézett egy csomó dögöt. Igazából inkább bosszantók, mint veszélyesek. Mert, egy jégcsapon a szám. Végül is kalandozás közben jó lehet jégcsaponot szipogatni, szopogatni. Ott van még egy dög. Oké, az meghalt. Na. Szerintem ez a másik. Ahol lehet egy ilyen notesz. Így is van. Nagyszerű. 7. Még 3. Oh my god. Conjure Mistman. Jó. Már rohadtul unom, azt hiszem 3 órája sétafikálok ide lent. Na jó, szerintem annyi még nincsen, de egy másfél biztos. Te veled mi van? Áú. Hú, láttátok, ennek a jégcsapnak a sebzését, meg a manáját is teljesen elnyeltem. Nice. Na jó, folytassuk. Ó, remek. Mi ez? Book of Life and Service. Ez most nem az, ami minket érdekel. Oh, Reaper Gem Fragment! Nice! Na most
ez most Fragment, vagy kell az egész Reaper Gem? Vagy igen. Tehát nem tudom, hogy ezzel kinyílik-e a Reaper ajtó. Oké. És elértünk a várig, úgyhogy a jobb oldala szerintem teljesen át van nézve. Egyébként szétosztottam ezt a dolgot. Mégpedig úgy, hogy... ugye itt van valahol a... Várja. Soulcairn... what? Valahogy így van a főút, és én átvizsgáltam ezt itt teljesen. Erre még visszamegyek a főút szélén. Ezeket az épületeket mind-mind-mind megnéztem már. Itt valahol itt van a lejárat. Azt hiszem. Oh God. Itt még nagyon sok mindent át kell nézni. Ah, nem baj, legalább a Reaper-es tudsz megvan. Ah, már megint. Ti nem fogytok el sose? Hopp! Notesz! Ugye. Jó, 4-es. Jézus, még mindig 2. Ó, és egy láda. Nothing interesting. Egyébként ott szedtük fel a Reaper's Gem shardokat, hogyha érdekel valakit, hogy hol járunk. Ja, arra felé nem tudok elmenni. Itt viszont még nem voltam. Úgyhogy... hajrá! Na, mivel úgyis van néhány Reaper fragmentünk, ezért benézzünk ebbe a barlangba, hogy mi is a helyzet. Kíváncsi vagyok, hogy lehet ezzel itt kezdeni. Azt mondja, hogy... oh-oh! 2 fragment removed. Egyébként felszedtem még 2-t. Black, aha. Tehát még kell. Érdekes, én úgy emlékeztem, most 4 van nálam. Akkor tévedtem valószínűleg. Ruby, ruby, ja. Jó, oké. Tehát 2 megvan, és még szükségünk van néhányra. Az remek. Nem fogok egyesével visszajárkálni, csak azt hittem, hogy elég ennyi. Újabb fél órán vagyok túl. A szemeim már kocsányon lógnak, annyira keresem a papírfeszniket. Úgyhogy visszajutottam oda, ahol találkoztunk Durmeirrel. Ja, neki is van egy ilyen sárkány oltárja, ha jól látjátok. És ja, itt van a ködbe a földön. A 2-es fecni. Úgyhogy egyetlen egy maradt hátra. Glass helmet. Jó, oké. Ugye itt van Durmeir. Egyetlen egy darab fecni maradt hátra. Hát nem tudom, hogy meg fogom-e tudni találni, már nagyon-nagyon körbejártam mindent. Szia. Egyedül itt nem voltam még fönt, azért jöttem vissza. Hát nem tudom, hogy hol lehet. Tehát tényleg... a térképet egészben nem lehet megnézni. Mert hát ugye ezt mutatja. A nyomok egy elt, akkor ugye a legendet tudom szemmel tartani. Nem tudom. Tehát, és ez meg nagyon pici helyet mutat. Tehát ez egy nagyon kicsike kis rész. Minden esetre tovább keresem, remélem, hogy sikerrel járunk majd. Na, visszatértünk a Reaper barlanghoz. Újabb 2 sárda, megnézzük, ez már elég lesz. Remélem, hogy igen, mert valami fannak most már történnie kell velem. Mert nagyon-nagyon-nagyon unalmas itt keresgélni. Oh shit, oh shit, wow. Oké... te mi a tökön vagy, Reaper? Hát végül is logikus, ja. Na, nézzünk akkor valamit, ami hat rá. Ez nem igazán. Igen, mondjuk nagy testű, tehát valószínű volt, hogy nem fog rá. Ki szólt ír? Oh, moment. No. No. Oh! Ez köpött valamit. Úgy néz ki, mint a Mortal Kombatból a Scorpio, komolyan mondom. Na nézzük, mit van még. Paralyze? Valószínűleg nem fog rá hatni, mert szellem. Aha, ez is paralyze. Nem baj. Nézzük még valamit. Market for Dead. Oké, ez sikeresen hatott rá. Comment, eltakarítjuk innen. Táncoljunk egy kicsit. Az igazság, hogy attól félek, hogy meglengeti a baltát is nekem annyi. De úgy látszik, hogy nem akar lengetőzni. Na jó. Nézzünk még valamit. Resist Ice Form. Valószínűleg a Frost Breath-re is. Is. Nem, a Frostbreath-re meg nem.
Elég sok életereje van, azt azért ki lehet jelenteni. Megkapsz mindent, öcsém. Az igazi Dragonborn-nal áll szemben. Mi van még? Call of Valor, Call of Dragon, ennyi. Jó, akkor maradunk a... Fire Breath-nél. És megsorozzuk szépen szegénykét. Ó, oh, hát ennek nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Mind van. Három Black Soldier, egy Deadra Hearth. Ez most komoly. Ez most komoly. What is that? Oké. Okay. Ez egy nagy büdös semmi volt. A csalódottságomat nem is tudom. Más skálán lehetne mérni. Oh my god. Ez az utolsó ötletem, srácok, tehát nem tudom hány órája keresem. Visszatértem oda, ahol visszaszereztünk a lelkünknek a darabkáját. Itt... Ah, shit, szacsalán. Hol a Soul Husk? Ah. Van még nálam egyáltalán? Van. Bakker! Oh, jeez. Na, itt már csak azért se vettem volna észre, mert ugye ez a rohadt effekt rajtam van, és villogok, vagy csillogok, mint valami barom. Jesus Christ! Halleluja, megvan mind a 10. Oh my god! Nagyon remélem, hogy megéri, mert ha nem, én kinyírom Giu-ot, az biztos. Nem tudom, mióta keresem. Fogalmam nincs, mióta keresem. Mi alsó hangon 2 óra, tehát... Fuck. 2 óra ezen a megveszekedett helyen még akkor is sok árt az ember lelkének, ha nem szólt reppelik. Na jó, kurva gyorsan húzzunk vissza. Nagyon remélem, hogy megéri. Nagyon-nagyon remélem, hogy megéri. Ha megettem az összes kajámat, innivalóm is kevés maradt, már 2-szer kellett aludnom, hogy ne legyen kimerült az emberem, ott van az egyik shelter, amit fölidéztem magamnak, láthatjátok. Oh my god. A Reaper egy csalódás volt, ez a place egy nagy büdös csalódás, csúnyán néz ki, és sokáig tart, úgyhogy nagyon remélem, hogy legalább 5000 goldot hozzám vág, vagy akármi, vagy nem tudom, valamit, ami... Kicsit kompenzál a szenvedésért, szerencsére legalább Giu-nak a pozícióját mutatja, bár 2-szer is elhaladtam mellette, amíg keresgéltem. Na, ah, fuck this. Na. By the way, egyébként beszéltem Veronikával, ugye Serena anyjával, amíg benn voltam a Boneyardnál, mert azt is átnéztem még legalább egyszer, és megmondtam neki, hogy Harkon halott, úgyhogy összeszedi a cuccait és visszaköltözik a Volkihár kastélyba, úgyhogy lehet, hogy meglátogatjuk. Jó. Itt vannak a cuccai. I never thought I'd see these again. These pages meant the world to me. Thank you. These pages meant the pain to me in the ass. Now volume 2 begins. What else? Ezt most nem mondod komolyan. Oh, wait a moment. Here. I want to this before you go. A pristine copy of my first volume. Only one in print, actually. And take this as well. Seeing as Saint Chip has ascended to pure spiritual form, I don't need it any longer. Na mit kapunk? Elveszi a lapokat, nagyszerű. És mit kapunk? Oh my god, ez el fog történni darabig. Nem, addig elindulok kifelé. Lassan már kezdem úgy ismerni ezt a terepet, mint a tenyeremet. Úgyhogy ha minden igaz, akkor erre fel kell mennünk. Jesus fucking Christ, én ezt a küldetést biztos nem csinálom meg, ha még egyszer neki kezdek a Skyrimnak, az hódziher, akármit is adjon ez a rohadék. Saint Giu Opus Undead. Az mi a bánat? Locket of Saint Giu Undead. Ez nekem izének tűnik, nyakláncnak. Shit, mennyi szar van nálam már megint. By the way, találtam egy hullát, ami nem volt egy Elven Greatsword of Immobilizing, ez egy paralízis kard. Gyerekek, ha OP melee karaktert akartok, egy paralízis átok egészen biztosan legyen a fegyvereteken, mert ütésre bénulnak tőle az emberek, és onnantól kezdve a földön fetrengő mozdulatlan célpontot rohadt könnyű elintézni, úgyhogy ez egy nagyon jó választás.
Exo Blizzard. Amulet of Talos. Extreme Illusion. Locket of Saint Jew. Carrying capacity increased by 50 points. Increase your stamina bar 50 points. És light armor? What? Ez egy light armor pendant? Wow. Maga az áldás rajta tök király. Mert ha ezt föl lehetne bontani, már pedig szerintem nem lehet amúgy a sima játékban, akkor ugye ez egy dupla enchant, és ha duplázod a dupla enchantot, akkor lehet még több cuccot fölpakolni a nyaklánc, úgyhogy ez tök jó. A light armorsága miatt nekem sajnos nem éri meg, meg amúgy se, mert szerintem a gold amulett az nekem jobb. Jó, és mi volt a másik, amit kaptunk? Szerintem valami könyv lesz az. Vagy scroll? Nem, szerintem könyv. Saint Jube Opus. Wow, ez jó sokat ér. What the fuck? Tehát ez csak egy fucking történet. Oké, ezt elolvashatjátok, ha megállítgatjátok a videómat. Abszolút nem érte meg. Tehát ez a küldetés, ez nem érte meg. Nem érte meg a szenvedést. Nem rosszak a cuccok, amiket kaptunk. A nyaklánc az kifejezetten tolvajnak és hunternek való, ha úgy vesszük a carrying capacity és a stamina miatt. Plusz ugye a light armor, az sem mindegy. De nem hiszem, hogy a tolvaj karakteremmel lejönnék csak ezért a nyakláncért még egyszer ide. Azt hiszem, jó felem megyünk. De ez valami borzalom volt, tehát... Oh my god. Ezt a küldetés... Ez ugyanolyan, mint az Unusual Gem-es küldetés Skyrim, hogy nem mutatja, hogy hol találhatók azok a kristályok vagy égkövek. És ha összeszeded, akkor is csak egy 1000 vagy 2000 valamennyi goldot érő koronát lehet összerakni, ami jól néz ki, de... Fuck it, tehát nem hordanám. Mindegy, legalább kész van. Ezt a küldetést is lezártuk, úgyhogy a mirákos van, meg egy csomó miszk küldi, amiket majd még érdemes lesz egyesével kipikkelni. Ezek már nem fognak olyan sokáig tartani, mint ez valami borzalom volt. Hú, úgyhogy see you on the other side. Na itt vagyunk, úgy látszik, hogy kijött velünk együtt Valerica Muteria. Egy csomó potiont itt hagytunk. Oké. Potion of Blood, nice. Arra nem lesz szükségünk, vagy a nézésem. Na, szóval. Nézzük meg, hogy szétszedhető ez a... Kombat? What the fuck? Kitől vagyok kombatba, és miért? I don't get it. Nem vagyok kombatban, na. Engedj. Eresz. Egy paralízis effektet erről lekapunk szépen, de nem szétszedhető, úgyhogy ez egy teljesen egyedi nyaklánc a tolvajoknak. Jól van. Beszéljünk így az Valerica anyjával. Hol is vagy, itt is vagy. Pardon, ő Valerica, Serena anyja. Mit csinálsz most? Tehát visszamegy alkimistának, ez egy szép cél. A Soul Cairn will offer a unique opportunity to continue my studies, and I intend to complete my research. Oké, csak óvatosan az alatt kísérlet. If there are any potions you might need, feel free to help yourself. Köszi szépen. Oké, ennyi. Nagyszerű, soha viszont nem látás a Soul Cairn, utáltam ezt a helyet, őszintén megmondom. Bone meal. Nagyon jó. Lesz egy csomó kutyulnivalónk alkemivel, ez már biztos. De legalább Valerica anyja itthon, vagy Serena anyja itthon van, sorry. És Serena is megpróbál visszaváltozni emberré, úgyhogy elvileg minden jól halad. Bizony. Nagyszerű. Na, visszatértünk akkor Skyrimbe, hála a jó ének, már az ég is normális fölöttem, kezdtem begolyozni attól a fucking Soul Cairntől.
Nem kellett volna sokáig itt maradni, nem kellettek volna ezek a rohadt pécsek, de szerettem volna megmutatni és segíteni nektek, mert ha nekem van vele probléma, akkor valószínűleg... Óba, ezt nem kellett volna. Akkor több embernek is. Úgyhogy remélem segíthettem egy picikét. Na, dobunk egy bearskint. Aztán dobunk egy... Ha mondjuk árvakért megérte lemenni, azt kell, hogy mondjam. Jó, árvak idézésével nincsen gond, úgy tűnik. És hát elvágtatunk, hova is menjünk? Nem akarom ezt a térképet látni többet, sorry. Ugye milyen köztek vannak még hátra? Hát vissza kell mennünk akkor... Solstheimba. És... meg kell tudnunk néhány dolgot Mirákról. Még megpróbáljuk megidézni Dunvenyt egyszer. Pillanat. Hol vagy? Someone... Ott volt. Le akartam szállni a lóról. Fuck you, mi van? És megint besült természetesen. Valamiért nem szereti a játék ezeket az idézéseket. Vagy csak én vagyok béna, mondjátok meg, hogyha tudtok valamit, amiért ez megtörténhet a karakterrel. Ő, ez aztán agilis ugrás volt. Mindegy, a lényeg, visszatérünk Solstheimba. Méghozzá onnan, ahonnan ez csak egyedül módon lehetséges. De előtte... College of Winterhold. Nézzünk néhány spellt. Már úgyse lenne elég időm egy rendes epizódot létrehozni. Mert a sok vágás miatt, meg a sok kibekapcsolás miatt. De... ha már más nem, akkor bevásárolunk némi spell könyveket. Remélhetőleg meg tudom menni a Conjure Sheltert. Leszállnál a paciról? Nem akar leszállni a paciról. Yay! Egy mágikus lovon belovagol a főmágus. A mágus iskolába. I love this. Mennyi a hány óra? 12, akkor valószínűleg ideben tartózkodnak a tanítványok és az apprentice-ek, meg az összes többi. Hát tőlük kell vásárolnunk könyveket. Nem tudom, miért nem adják oda ingyen, mikor én vagyok a góré, de mindegy. Egy kis alteration. Adept. Expert. Greater, grand és a többi és a többi. Master robe. Nézzük a könyveket. Ezekből... elméletileg... már megvannak, amikre szükségünk van. Anton, ja, igen. New knowledge is power. Érdekes. A locket object még jól jöhet. Érdekes. Bind spell. Thundering hooves. Oh wow. Thundering hooves. Thumble magnet. Jó, nézzük, mit tudunk neki eladni. Amulet of Talos nem kell. Atronach Forger cip, ez marad. Black Soul Gem, ez viszont kaptunk 16 Grand Soul Gemet, amíg odalent voltunk, ami tele is van. Úgyhogy ezeket a lesszereket elhagyogatjuk, mert abszolút nincs rá szükség. Ezt majd még megencsantoljuk. Könyvek maradnak. Grand Soul Gem, őristen. Ez megvan. Nézzük, mit tudunk belőle megtanulni. Ugye most már ugye több skill pontot kapunk, hogyha skill könyveket tanulunk, de ezek ugye nem skill könyvek. De azért jó ezt tudni. Aha, steel, jó.
Ő nekünk a... Ja sem, ő egy tanítvány, úgyhogy őtőle nem tudunk venni semmit. Ő is egy tanítvány. Nekik segíteni lehet melléküldetésekbe. Remélem majd egyszer lesz arra is idő. Mert elég érdekes és vicces küldetésekbe vesznek részt egyébként. Na jó, emelet. Aztán megnézzük a másik kis lakókörletet. Destruktív Csajszival szeretnék találkozni. Még mindig elfelejtem a nevét, pedig ő is egy high elf. Hami-mami. Miért is ne? Elviszünk néhány kenyeret. Ó, nincsen senki. Csak rosszul emlékeztem. You feel completely warm. Ez egy jó dolog, ha melegnek érzed magad. Ez nem úgy jött ki, hogy én akartam, sorry. Na, másik lakókörlet. Mindig ebben jövök először, mert Toldfir volt az, akit nagyon gyakran látogattam, mert amikor még nem volt meg az Okatos Recital varázslat, tudjátok, az automatikus buffoló varázslatunk, addig nagyon-nagyon lassan fejlődött az alteration, mert a csatát általában én nyitottam, és nem azzal, hogy felbuffoltam magam, hanem azzal, hogy eloltottam egy Firebolt az ellenfél arcán, és hát ugye így az alteration nem nagyon fejlődött. Ennyi kaja, úristen. Ennyi szolgyom, úristen. Oké. Néhány almát azért még elteszünk. Ezeket szoktam ropogtatni, hogyha csak kicsit éhes a karakter. Ja. Finis, ő azt hiszem Conjuration-nel foglalkozik. Nézzük könyveidet. Bone Cloak, Bone Sword, Avenging Wrath. Frost Flame. Semmi olyan, ami nagyon-nagyon kéne. Summoning Rune? Ja, igen. Vágom. Jó, mindegy. Amit el tudok neki adni, az... Ez. A Frenzik sincs szükség. Godform. Oh my god, azt imádom. Harrowing the what? Oh, wow. Ez sem rossz, de nem szórakoznék vele. Oké. Okay. Szeretem a gyors és effektív varázslatokat, nem pedig az ilyen... Megtörténik, ha ez vagy az történik varázslatok. Mit van még? Hát... Egyelőre semmi, ami jónak tűnik, vagy használhatónak számomra. Tufti? Ja, igen. Vanish. Jó, átmentünk egy kicsit Assassin's Creed-be. Major Smithing, miért is ne? Blocking is mehet. Legalább megszabadulok néhány megencsantolt cuccomtól. Hú, kaja! Itt járt a mester, lelegelte az egész ezért készletet. Na nézzük. Bombardment. Frost Nova. Ice Storm. Érdekes varázslatok, de nagyon-nagyon sok köztük a helyzet függő. Amiket nem igazán használnék. Na jó. Ennek is elszórjuk a felesleges holmikat. Lockpicking. Ja, ennyi körülbelül. Jó. A destruktív küldetések kimaxolásához is jár egy érdekes küldetés egyébként. Finisszel már beszéltünk. Úristen. Ez a gyűjtögetés küldi, ez kicsinált teljesen. Jaj, igen, nekik van problémájuk egymással, majd megoldjuk szépen. I am thirsty. Ah, fuck. Akartam a tányért eltenni. All a plate.
Van nálam két papírtekercs is, csak a bánat tudja, hogy miért, valószínűleg félrekattintásból ered. Lassan le kell állnunk alkemizni. Fuck! Van is hozzá kedvem, meg nincs is, mert szeretném csinálni, csak rohadt időigényes. Főleg, hogyha értelmes potionokat akar az ember összerakni. Ez jó volt. Fölmennék a Mage Quarterbeli lakásomból, ott is lenne egy csomó cucc. Colette? Restore, oké. Restore-ra szükségünk van. Nem tudom, hogy... Circle-ozta. Ennek a Circle-nek van egy másik változata, ami... Nem is tudom, mit tölt. Circle of the Moons? Ja nem, ez Steel? Ez lopja a manát az ellenfelektől. Fast healing, no. Oké. Nekem olyan kör kell, ami csak simán tölt engem. De az még itt nincsen. God dang it. Alrighty then. Akkor szerintem meglátogatjuk a Dawnguardot is. Mert ott is van egy mágus, aki nagyon jó pofa kis fényvarázslatokkal ügyeskedik, és ugye szeretném a buffomat is. A Soul Trap-es buffomat. Soul Trap-es buffomat megváltoztatni. És megint nem sikerült. Ez remek. Nem tudom, mikor fog végre sikerülni, és nem tudom, hogy miért nem sikerül. Nem baj. Gyűlöle. Nyomunk egy arvakot. És akkor Dawnguard. Elvileg most már okék, tehát nincsen náluk vámpír támadás, nincsen semmi balhé. Úgyhogy fordíthatják a figyelmüket a bázisuknak a fölfejlesztésére. És ha már itt vagyok, veszek egy házkit. Szerintem. Jéj! Fáradtak, szomjasak, éhesek, álmosak, nyűgösek és hisztisek vagyunk. Ahogy aztán megszokhattuk. Semmi gond? Otthon érzik magunkat a Dawnguardnál. Király lenne egyébként, ha meg lehetne venni egy egész ilyen kastélyt. Ez nyitott? Gál, azt hittem ez csak egy kupola. Fuck, itt akkor rohadt hideg lehet. Na mindegy. Szinte érzem a kőfalakból áradó hűvösséget. ezek a szeretem hordók. Nice. Oké. Viszont, hogy bármi fontos dolgot találnék bennük. Egyelőre átnézem. Ez csak nyomnom kellett volna egy R-t. Ott egy gold purse. Aranyat nem hagyunk csak úgy heverni. Arany a zsebbe. 80 valahány ezernél járunk, by the way. Fölösleges, tehát... Már nincs mit kezdenem vele. Na, ő a kovács. Itt kéne egy mágus, de itt még nincsen. Miért nincs? Itt kéne lenni egy mágusnak. Congratulations, friend. Azóta nem is jártam itt, mióta nyertünk. Skyrim owe you a great deal, whether they know it or not. Shall we continue the fight? If you're putting yourself in harm's way, we'd best be prepared. Take these. Mit kapunk? Fuck me. Itt lehet venni egy armored trollt, de nem akarok, mert minek? Nem szeretem a trollokat, nagyon-nagyon ostobák. Viszont ezeket a nyavajákat, amiket kaptam tőle, ezeket el is adom, mert fölösleges. Minek? Dawnguard boots. Jesus. Take this and that and everything. Don't need this shit. Ki is merítettük a pénzkészletét. Tudod, mint vidd ezt az ebony szordot is. Majd szerszek másikat, köszi szépen. Na szóval itt vannak a trollok, ezek közül lehetne vinnem egyet. Remek tankok, tehát rohadt erősek, az tény. Viszont egyszer véletlenül hátba csűrném őket fire-rel, akkor szerintem ott is maradnának.
Úgyhogy maradok a Huskynál, de ő is csak mutatóba kell, tehát igazából nagyon harcoltatni nem akarom. Texion! Hogy a francba köszörülöd azt a fengét, hogyha vak vagy? Of course they did. I never doubted for a moment. If I may ask, what will you do with them now? Hát letöltök egy modot, barátom, és a hátamra fogom őket kötözni. De ezt így nem mondhatjuk. Eléggé elpusztíthatatlanok, úgyhogy remek páncélt képeznének. Ne. Na mire gondolsz? I did, in fact, quite perceptive of you. No. I'd very much like to have those scrolls. Aha. Someday I may be able to return them to their rightful place in the Imperial City. Tehát magaddal vinnéd őket. How would you feel about turning them over to me? 6000 ér a tiéd. Egyelőre megtartjuk őket. Ah, yes. De visszaadhatjuk neki, hogyha úgy tartja kedvünk. Nagyszerű. Akkor meg lehet tőle szabadulni, hogyha akarunk, de egyelőre megtartjuk. While I doubt we'll ever be truly rid of vampires in Skyrim. Jó, hát hogy még vannak kisebb, nagyobb vámpirok, de azokat majd szépen elintézik. Coin purse, coin purse, és egy csomó iron. Ez még otthon jól jöhet. Szerintem szusszanok egyet. Csak a békevéget is. Aztán beszélünk Isránnal, mert itt még kéne lennie egy dongárdos mágusnak, aki most jelenleg nincs itt. És őt szeretném megszerezni, mert nagyon-nagyon unique spelleket ad, amikre szükségem lenne. Már csak azért is, mert egyrészt jól néznek ki, másrészt hasznosak. Már csak meg kéne találni Isránt. És még mert éjjel meg szomja halunk. Eszünk egyet. Ott van Dexion. Itt kéne lenni Isránnak is, mert mindenki aludt. De úgy látszik, az öreg nem alszik sose. Menjünk fel az emeletre. Megkeresem a kutyus. Ah, yes, please. Hello. Scalog és Brand. Vigyük magunkkal. Brand. Come on, boy. Hey, hey. Nice kutyus. Oh my god, de aranyos. Jó. És ő is leül. Ah! Kawaii Overlord! Need something? Nope. Így remélem nem fog meghalni, ha meghalni nagyon mérges leszek. Isran, Isran, merre vagy? Merre van a följárat? Kezdjük azzal. Kíváncsi vagyok, hogy Szeren egyébként tényleg kigyógyítja-e magát. Amikor legutóbb megpróbáltam ezt, hogy sikerül-e kigyógyítani magát vagy sem, akkor hát pont akkor tájthagytam abba a Skyrim-et. Mert már nem is tudom hány száz órán volt benne. És már nem találtam benne újdonságot. Oh! Be on your guard at all times. Avoid sleep if you can. What can I do to help? Is for the weak. Serene needs help with her project to improve. Speak with Gunmar. Ah. He has something for you. Okay. Stay alert. Ajaj. Szóval az egyik a crossbow fejlesztés. A másik azt nem tudom mi. Úgyhogy kezdjük a másikkal. Én úgy emlékeztem, hogy Isran el fog küldeni engem azért az ipséért, akire szükségünk van. De lehet, hogy Gammar küld minket el. Hú, de ide vagy. Ja, ez egy manekint, basszus. Azt hittem, hogy az egy emberke. Jesus, mindenhol fegyverek. Hopp, stealingot. Thank you. Dongard, hammer, dongard. Kalapács, dongard. Subidubi. Ezért lehet nagy csapat. Na, kivel kell beszélnünk? Azt mondja, hogy... What can I do to help? Aha, tehát ez egy sima vámpír vadász. Discreetly killed a traveling pilgrim. The law is unaware of the danger. They will treat you as a criminal if you are caught. Okay. Tehát nem tudják, hogy... hogy ez egy vámpír. Viszont ki kell nyírnunk titokban. Na hát ez pont egy lopakodós küldi. Amire mi nem vagyunk túl jók. Do you have a moment? Gunmar and I, we both realized that if Isran's even allowed us in here,
He must be really concerned. And if he's that concerned, the situation must be... Yes. These vampires are a new threat, and a truly deadly... Már lenyomtuk a boss-t. Hey, boss. Gunmar and I agree that we're going to need Florentius to help. Gunmar and I have a lot of work to do here. A Florentiusnak, ő rá van szükségünk. Priest, ő egy Priest of Erkei. Erkei. A vidéki terasz. Priest of the vidéki terasz. Oké, tehát Florentiust meg fogjuk keresni. Nem tudjuk, hogy hol. Nagyszerű. A Vigilantikkel lóg, ugye a Stendhal's Vigilantjeivel lóg, úgyhogy... Oké. Remek. Mastering ranks. Cool. Várjunk csak. Na. Marksman, crossbow... Szél? Ó, ő is kereskedő? Ja, persze, ő a crossbow mániákus csajszi. Úgyhogy, megszabadulunk. Ó, nem, ettől is megszabadulunk. Ó, wow, megszabadulunk, már nem sok pénze van, nagyszerű. Miért van még mindig rajta a quest mark? Help Sorin with her project... Oh, fuck. Jó, egyelőre ezt hagyjuk. Deadman... Nope. Speak with... Traveling... bakker, mennyi küldi. Jó, speak with Isran, ez lesz most a... Küldi, ő fog elvezetni minket ehhez a paphoz. Hol vagy? Ja, fent. God. Mindig fönt. Mindig fönt. Maga Isran mondta, hogy jobb, ha elkerülöm az alvást, így... így biztosabban... Biztosabb, hogy életben maradok, és nem támadnak meg a vámpírok alvás közben. Igen, egyébként előfordul, hogyha szabadba... Oh, shit. Szabadba alszol, akkor megtámadhatnak ilyen random vámpírok, de úgy, hogy nem keltenek föl, csak egyszerűen kiszívják a véred, és megfertőződsz vampirizmmal. És ha nem figyelsz, akkor ugye hát nem használsz Cure Potion-t, és hát átvádozol szépen lassan. Múltkor én is elfelejtettem, mikor harcoltunk ahol a sok-sok vámpírral, és aludtam rá kettőt, örültem neki, hogy nem kaptam el komolyabban a fertőzést, és még időben észrevettem. Már néha még én is elfeledkezem róla. Úgy látszik, a faszink beszorult ide a sarokba. Florentius. Who said something? Sorin or Gunmar? I thought they'd have learned their lesson by now. I don't trust that man. And I don't want him here. Aj, már. I suppose she's right. I shouldn't let my personal feelings get in the way. Így is van. Nem, semmi személyeskedés. Ez a Dawnguardért van. By the way, szeretem a szimbólumokat, egy nappal is. If he can maintain some appearance of normalcy, okay. I'll allow him to stay. Tehát, Florentiust kell megtalálnunk. Bran, belöktél a sarokba, öreg. Ne bánj zsakazdit. Nagyszerű. Tehát egy újabb, félig őrült emberkét kell megtalálnunk. Ezért nem akarta Isran, hogy velünk legyünk, mert szerinte egy kicsit bolond, de azt mondta, hogy még megtartja legalább a normalizációnak az álcáját, addig velünk lehet. Viszont, hát ez egy újabb, kisebb küldetés lesz, ami már nem fér bele ebbe a részbe. Ugyanis ennyi voltam ennyi időt tudtam rászállni, így is több mint 4 óra fölött vagyok, úgyhogy... Kicsit kezdek elgémberedni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Dobjatok egy lájkot, ha úgy érzitek, hogy megérdemlem. A következő részig pedig kitartást kívánok nektek, srácok. Sziasztok!